Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 10-én kinyílik egy égi kapu. Ez egy finom energiamező, és megvan a kapcsolat a plejádokkal. Ez a finom energiamező segít a spirituális területen, itt kinyílik egy kapu, ezek lehetőségek, és mint mindig ilyen napokon ennek az energiának is van gyógyító ereje. Hogy melyik napon vannak ezek a portálnapok, ezt már a maják is tudták, és itt a képen látható a maják szimbóluma, ezt így elmagyaráznám. Augusztus 10-én tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly az 4000 forint. A téma pedig az, ami itt látható a képen. A maják kalendáriumában vannak bizonyos rezgések vagy hullámok. Ezen a napon, augusztus 10-én indul a 12. rezgés. És augusztus 10-e az első nap ebben a hullámban. Itt ez a kis golyó jelenti az egyes számot. Itt indul valami, lesz egy új kezdet. Ezen a napon és az egész 12-es hullám felett is Kán uralkodik. Kán lefordítva magvat jelent, vagy hálózatot, ez lehet internet kapcsolat is. És ez a mag azt jelenti, ha most mi elültetünk valamit, ez egy jó kezdet, hiszen ebből lesz nyeremény, ez kivirágzik. Tehát ez a nap, augusztus 10-e, ez nagyon jó egy új kezdethez. Ez a 12-es rezgés vagy hullám 13 napig fog tartani, és Kán uralkodik augusztus 10-én, és uralkodik az egész hullám felett. Tehát Kán 13 napig fog uralkodni, és ez kezdődik augusztus 10-én. Ez a magvakat jelenti, amikor indíthatunk valamit. Ez nem csak augusztus 10-ére vonatkozik, hanem 13 napon keresztül megvan erre a lehetőség. És biztosak lehetünk abban, hogy ez gyümölcsözni fog. Itt lesz termés. Ez egy jó indulás, egy jó kezdet. A téma az az álom, vagy az álmodozás. Ha van egy elképzelés, ha van egy álom, akkor ez most egy jó kezdet ahhoz, hogy ez az álom megvalósuljon. De mint a magvaknál is, nem azonnal növekedik vagy virágzik, hanem kell egy kis idő hozzá, kell a türelem, amíg ez az álom megvalósul. És ez a szertartás segít abban, hogy legyen egy jó kezdet, ez lehet egy munkahelyi kezdet is, lehet egy új energia, ami a párkapcsolatot illeti, hogy kivirágozzon valami, hogy forduljon, hogy minden jóra forduljon a szerelemben, lehetnek családi kapcsolatok, tehát minden élet területre kihathat. Ha van egy álom, ha van egy elképzelés, ezzel most indíthatsz. Én ajánlanám azt, hogy augusztus 10-én ennél a szertartásnál meditáljunk, hogy meglegyen ez az energia, és utána a napokban indíthatsz, lehet már akkor egy új lépés, egy új irány, egy új kezdet. Az eredmény, hogy itt gyümölcsözni fog valami, kivirágzik valami. És ez volt
az információ erről a napról. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!